Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai Maha Szangha tagjait, a Kölcse résztvevőit, rezidenseinket, székesfehérvári, valamint kaposvári szangánk tagjait, frisseket, kezdőket és idült zengyakorlókat, akik már nagyon nem tudják. És ez a nem tudom, ez hasonlít egy kicsit az áldott állapothoz, de nem egészen hormonfüggő. Az áldott állapot az valahol ahhoz is hasonlít, hogy boldogok azok, akik keveset gondolkodnak, mert övék a mennyek országa. Tehát, hogyha el tudod csitítani valahogy a dualisztikus gondolkodásodat, akkor valami egész más állapotba kerülsz. Persze nem mindegy, hogy milyen áron teszed ezt, hogy elég egy tiszta tantien praxis, vagy pedig valami kémiai rásegítés kell, valamilyen boltból, hogy egy kicsikét nyugodtabb legyél. Az emberi élet nagyon nagy állomásainál az a legérdekesebb, hogy épp az összes hormonunk a gondolkodást iktatja ki azért, hogy tud cselekedni, vagy éppen ezek a folyamatok meg tudjanak történni. Kettő ilyet szeretnék kimutatni. Az egyik a fogantatás, ahol az ember úgy nem nagyon szokott gondolkodni. Hát előtte talán, utána biztos, amikor a második csíkot meglátja, de alatta nem. És a másik, ami szintén ilyen nagyon gondolkodásmentes szokott lenni, mert csak üvöltés van és erőlködés, vagy csak lélegzés, attól függ, mit tanultál a felkészítőn, az a szülés maga. Tehát hogy van az, hogy egyébként a legfontosabb kapukat, azokat nem éber állapotban visszük át, vagy nem teljesen éber állapotban. És az egyik lehetséges válasz erre az, hogy kiiktatjuk az elmét, mert az akkor éppen felesleges. Tehát odáig elvitt a kapuig, utána nyugodtan megírhatja az emlékiratokat, de egyébként abban a pillanatban a gondolkodás többet árt, mint használ. Nézd így rá! A harmadik ilyen kapu az a halál. Ott viszont nem egy külön hormonadag van, bár a félelem, hogyha valaki fél a haláltól tud ilyet csinálni, hanem az energiád hiánya veszi el a gondolkodást. Tehát nagyon komoly átmeneteket láttam, egynél majdnem sikerült ott lenni, de a hölgy koreai volt, rákbeteg volt, és az utolsó két hétben sikerült úgy fölmenni hozzá egy kórháznak a felső, tehát elit emeletére, hogy csont és bőr volt, ott ült a rokonság, és ő mondta, hogy mit lát. Elég hívő buddhista volt, gyakorolt is, nem csak énekelt. Éneklés is jó gyakorlat, meg a meditáció, de hogyha kint Koreában valaki hívő, akkor általában nem az van, hogy ő nagyon sokat meditál, csak az, hogy énekel, vagy követi a szerzetes, de ő gyakorolt is. És ahogy gyengült a percepciója, ami a szem, fül, orrnyelv, test percepcióját illeti, úgy az értelem funkciója is gyengült, tehát nem tudott már tudatosan gondolkodni, de rebegő hangon mondta, hogy mit kezd el látni. Tehát amikor az érzékszervi sík elkezd halványulni, akkor az érzékszerven túli elkezd beköszönteni. És elmondta, hogy mit lát. Tehát gyakorlatilag az összes bodhiszattvát látta, akihez énekelt. És bizony, és nem projekció volt, hanem a számára megjelenő realitás most, hogy a tudattalan melyik részében az azért felesleges kérdés, mert az az egész a tudattalanod, amit te nem énnek hívsz. Tehát, hogy ez nem te vagy, ez vagy te, gondolod, itt végződsz a testednél, meg itt a homlok csakrádnak a rojtjainál, amikor a gondolataidat itt sepregeted, de te azt gondolod, hogy az énséged az itt végződik. Hát külön akadémia kell hozzá, hogy megtudd, hogy nem. Hogy itt van valami, ami a személyes tudattalan, a párkapcsolati tudattalan, a családi tudattalan, és a csoportos tudattalan, valamit egy kicsit tovább, a Jungi úton elindulva, de nem megállva. Miért? Mert Carl Gustav Jung minden tiszteletem mellett pontosan ott állt meg, ahol a személyiségről alkotott alapvető koncepciói változtak volna. Ezt ő le is írja.
Tehát ezért nem találkozott Sri Ramana Maharishivel, ezért nem ment a tibeti buddhizmusban tovább a kezdő tanfolyamnál, illetve az álomfejtésnél, mert akkor az a nyugati paradigma, amihez annyira szoktunk ragaszkodni, végérvényesen megváltozott volna benne, és az előszelét ennek érezte, kívül is maradt ezen a változáson. Tehát a koreai hölgy a kórház egyik legfelső emeletén semmi más nem látott, mint a tudattalanyának azt a részét, amit a nyugat nem szokott felfedezni. Nagy véletlen kell egy regressziós terápiában, vagy hipnoterápiában ahhoz, hogy erre valaki rábukkanjon, ami a meditációban szépen fölmerül. Miért? Mert ha megnézed a meditációs technikák mély szerkezetét, semmi más nem tesz, mint a tudatos, fogalomalkotó, megkülönböztető és emlékező gondolkodást felfüggeszti. Ezt a hármat. Aki ismeri a zen iránytűben a test és tudat szerkezetét, az a 6-os, 7-es és 8-as tudatszint. Miközben megtartja az első ötnek az integritását, hogy most mit látsz, most mit hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlelsz. Ez azért fontos, mert az elménk annyira meghatározza az élményünket és a tapasztalásunkat, hogy ezt még életben meg kell tanulnunk fölfüggeszteni, hogy teljesen tiszta tükörben lássuk magunkat és a világot. Miért? Mert a halál pillanatában túl késő. Tehát nem szoktál hozzá életben ahhoz, hogy gondolat nélkül is megy. Sőt, néha gondolat nélkül jobban megy. Szülés is, fogantatás is. Ezért a rendszer kikapcsolja a konceptuális tudatot. Egyéb helyeken tánc, sport és egyéb ilyen extrém élményeknél is előfordul. Ez magyarázatot adhat egy picit arra, hogy miért keressük ezeket az extrém kockázatokat, élményeket, a nagy sebességtől kezdve a nagy magasságig. Egyszerűen azért, mert nem tudsz gondolkodni, de 100%-osan jelen vagy a pillanatban. És akkor van egy olyan egységélmény, hogy te működsz, mint humán, de az éned az eltűnt. Húgy, kiment az ablakon. Szó szerint. Úgyhogy a gyakorlat az tényleg életen és halálon túlmegy. Miért? Mert jobb, ha életben látod a tudattalanodnak azokat a tartalmait, amelyeket, amíg testben vagy, alkalmadban lecserélni. Mert amikor már meghalni készülsz, akkor te is látni fogod mindazt, amit magadban tárolsz, de addig nem vettél szemügyre. Ez a névsorolvasás nem mindig boldog. Tehát van olyan a névsorban, ami a te osztályod, minden reggel megkérdezem, hogy osztálylétszám, és akkor hallom, hogy 16. Tehát 16 rezidens, egy szobában, mindenkit ismerünk, vagy úgy hisszük. De amikor a karmádnak a névsorolvasása van, akkor nem minden karmádat ismered, és akit megismertél, vagy amit megismertél, arra néha nem vagy büszke. Elképesztően erős az a tapasztalás, amikor te ülsz, látszólag nem történik semmi, éppen megetted a legfinomabb kajcsit, amit ez a konyha adhatott, kellemes hőmérséklet van a dharmateremben, kint a rónaság, az erdőség, a dombság és a hegység, de te épp akkor elképesztően a pokolban vagy. És a környezet semmi más nem csinál, csak arra tanít, hogy mindezt ne hidd el. Ne hidd el ezt a belső folyamatot, ne azonosulj ezzel a karmikus borzalommal. Miért? Jobb ezt egy kicsit az edzés során ledolgozni, semmint az utolsó pillanatban, amikor az élet átszakítja a végső célszalagot, és elveszíted a testedet, és akkor a lélektartalom pedig megy tovább. Sun Tzu zenmester nem nagyon tanított a bardóra. Tehát, hogy szándékosan nem ment ebbe bele, nem csak azért, mert a tibetiek ilyen szekérderéknyi könyvet írtak róla, hanem azért, mert volt egy pár alaptanítása, ami viszont számomra csak nála találtatik. Az egyik az, hogyha a tudatod tiszta, akkor az élet és halál is tiszta. Egyik zenmester tanítványa mondta az én korai kezdő kérdésemre, hogy miért nincs kifejtett tanítása a testen kívüli állapotra, és az zenmester azt mondta, ha a tudatod tiszta, nincsenek köztes létállapotok.
És ez ilyen elképesztő csalódást keltett, aztán menedéket vettem ebben a mondatban. Miért? Ha elolvasod a két főhalottas könyvet, a tibetit vagy az egyiptomit, azt látod, hogy azoknak szól, akik abban a kultúrában nőttek fel. Ha te magyar jogosítvánnyal rendelkezel, ismered a magyar jelzőtáblákat, a közlekedési és egyéb jeleket, és elnavigálsz. Aki tibeti kultúrában nőtt föl, az ismeri az összes tibeti buddhista istenséget, dakát, dakinit, bodhiszatvát, buddhát, egyebet, és azok szerint navigál, ami az ő tudattalanjában van, és ahhoz érvényes ez az egész. Ha te nem gyakoroltál tibeti buddhizmust több életen, vagy több évtizeden keresztül legalább, akkor ezek a jelzőtáblák nincsenek meg a tudattalanodban. A saját jó kis családi, páros, családi, csoportos, társas, egyéb karmád, az ott van. De arról nem szól halottas könyv, arról az életkönyve szól. Tehát az életkönyvét tessék kinyitni, és jól olvasgatni, ami benned van. Jó? Értjük ezt? És innentől kezdve látod azt, hogy miért nem a gondolkodás csúcsra járatása a transzcendencia. Pedig Európában nagyon szeretnék jó páran, hogy ez az legyen, hogy megtanulok mindent, és okos vagyok, és visszamondom, és miért nem vagyok Buddha tőle? Tehát mindegyikötök túl van már azon a költeményen, ami a csaklás, 185-ös a gyűjteményben. És van egy kőkemény mondat, ami többől kifordítja az összes akadémiát. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Én mindig nézem a tanítványok arcát, főleg az okosabbját, amikor ezt elolvassa, hogy mekkorát csalódik. Nagyot, ne kell mondanom. Nagyot. Tehát megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Sőt, az elmédnek ez az állandó fickándozás, hogy te okosabb legyél, ügyesebb legyél, stb., ez csak ront a helyzeten. Tehát eltorzítja a választ. Tehát megvezeted saját magadat. És amikor kiiktatod az elmének ezt az önbecsapó, illúziókeltő funkcióját, hogy hirtelen minden megnyugszik, és minden világos lesz. És ekkor van az, hogy sokkal természetesebben tudsz működni. És a természet legnagyobb működéséhez, legfontosabb kapuihoz úgy tűnik, a rendszer kiiktatja a duális, konceptuális gondolkodást. Nézd meg! Fogantatás. Belépés az életbe, és kilépés az életből. Ezben a három kapuban biztos, hogy nem gondolkodsz. Vagy van mivel, de gondosan ki van iktatva, vagy már nincs mivel. Úgyhogy köszönjük az áldott bevezetőt, és mindenkinek olyan áldást kívánok, amiben ha kell, gondolkodik, de ha nem kell, akkor nem. Jó? Kinek van kérdése? Most van egy frissebb párkapcsolat az életemben, és úgy korábban... Kisebb? Hát ezt nem mondanám. Egyrészt, mert itt ül melletted. Egy ekkora hibát elkövetnék. Áj, de rossz. Na mindegy. Ilyenkor azt kell mondani, hogy a legfontosabb párkapcsolatom most van ebben az életben. Köszönöm. Jössz egy sörre. Igen, tessék. És... furcsa a dolog, mert viszont nem érzem magam szerelmesnek. És tulajdonképpen... a korábbi tapasztalásaim azok csak ezzel kapcsolatban illúziók lehettek? Mi is a szerelem? Ekkora öngolt még nem hallottam publikusan. Tehát ezt nem lehet. Megtanítalak helyesen kérdezni, amikor a párod melletted ül. Jó? Tehát ilyen szerelmet még soha nem éreztem. Így kell kezdeni a kérdést, és utána mindent mögé teszel, amit egyébként elmondtál. Istenem. Folytasd. De itt már nagyon-nagyon nehezen húzod magad ki ebből a slamasztikából. Tehát ezek után ilyen hatalmas virágcsokrokat kell majd venni, meg napfénye, ahogyha tavasz van, ilyen napfényes séták, meg randevú fehér asztalnál vacsora. Tehát ez sok munka lesz ez a kérdés, ez hidd el. Mondjad. Akkor mi is az a szerelem? Hát nézd, van autószerelő most a csoportban, akkor föl kell emelni az életet, és szerelem, 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 semmi több. Most én mondjam el, hát én már...
Szóval nagyon érdekes a szerelem, amikor a másik ember az abszolút. Tehát amikor tényleg szerelmes vagy, hogy én megjelentem férfiként, amikor a feleségembe úgy beleszerelmesedtem, hogy az máig tart, akkor van egy ilyen élmény, hogy a 10 000 nő visszatér az egybe. Tehát ő egyben jelenti neked az összes nőt, aki létezik a világon. Ez például egy alapismérv. És akkor ő az egyetlen. Összeveszed a többit is, de így, hogy társ és szerelem, stb. Az egyetlen az ő. És innentől kezdve úgy van valami láthatatlan ponthegesztés a két lélek között, amit a mindennapi életben végig kell varni. Most ez a végigvarrása ezeknek a ponthegesztéseknek, az már egy komoly feltételhez kötött élet. Itt már nagyon nagy komoly kitartásra, józan észre, meg ilyesmire van szükség. Igen. Hogy a feltételhez kötött és a feltételhez nem kötött találkozzon. Ebből a kettőből vagyunk összegyúrva. És hogyha ez a kettő nem találkozik, akkor a nagy szerelemből csak egy ilyen hatalmas atombomba lesz, de nem lehet atomerőművész elidíteni. És a közös elkötelezettség, a hűség, egymás mellett élés, közös feladat vállalása, a gyerek is lehet ez, jóval több, mint feladat, de most maradjunk a feltételhez kötött résznél, ami a feladatot jelenti. Tehát az önmeghaladás a párkapcsolatban így képzelhető, hogy van egy közös célunk, ami több és fontosabb, mint mi vagyunk ketten. És így az egy meg egy, az nem kettő. Az egy meg egy, az legalább három, hogyha egyet válasz, vagy négy, öt. Van három gyerekes apuka, ugye? Nagyon jó. Tehát az egy meg egy, az nem sokára öt lett. És ott megállt a matek, mert hát azért emberből van mindenki. Hát az egy meg egy az öt. És van, ahol végtelen. Az nem azt jelenti, hogy ezt tovább kell csinálni. Csak az érzésed az egy igazi szerelemnél, hogy ti ketten mindenre képesek vagytok, amire csak éppen szükség van. Tehát az abszolút, ez az egyik, és a teremtő képesség, ez a másik. Ez egy meg egy az végtelen. A többit azt hagyom, hogy fedezzétek föl, mert én sem szeretnék adósságot fölhalmozni. Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Arról beszél a Zen, és arról szoktál beszélni, hogy egyrészt az, hogy segítsünk embertársainkon, másrészt, hogy amiben segíthetek kérdéssel, forduljunk feléjük, illetve, hogyha éhesek, akkor enni adjunk nekik, ha szomjasak, akkor pedig inni. Igen, ilyen alap, egyszerű, banális innen dolgokról szoktam beszélni, így van. Na most, hogyha én nekem szenvedő, útkereső embertársammal kapcsolatban van egy olyan élményem, hogy ő bizony elmondta, hogy miben segíthetek neki, tulajdonképpen nekem módomban is el lesz megadni, csak azt látom, hogy vagy az a gyanúm, hogy ez, ha én megadom, nem fog neki hosszú távon jót tenni. Ez, hogy miben segíthetek, ez néha kinyitja a pokol kapuit. De ki kell nyitni, mert nem látunk rá az emberi realitás olyan rétegeire, amelyre egyébként nem gondolnánk. Tehát megkérdezed azt, hogy miben segíthetek, és az illető azt mondja, hogy hát ők az ellenségeim, légy szíves, gyilkold le nekem őket. Csak hogy hogy lehet ez? Hogy az ő segítség definíciója az ez. Tehát az első hatalmas kérdés, hogy milyen segítséget vagy hajlandó nyújtani, meddig vagy hajlandó elmenni abban, hogy miben segíthetek, illetve mivé leszünk ezáltal, hogy segítünk, mert ugye bódhiszottvává illik válni. Tehát segítséget nyújtok, mivé leszek azáltal, hogy teljesítem azt, amit a másik kér. Itt már van egy bölcsesség határ. Tehát az együttérzés az nem sebezhetőség, nem naivitás, nem kihasználhatóság. A bölcsesség mellette van, és azt mondja, hogy barátom, ha te abban kéred a segítségemet, hogy most egy láda sört és egy doboz pálinkát így, amiben 6 üveg van, szépen hozzak föl neked, és te szakatra akarod inni magadat, én azt nem teszem meg. Mert akkor részesévé váltam a te részek karmádnak. És itt nem segítek. Tehát azzal segítettél, hogy nemet mondtál. Jó?
Nagyon sokszor van az, hogy a másik ember enni kér, de mi csak is inni akarunk neki adni. Tehát biztos, hogy te szomjas vagy, és nem éhes. Ez pedig a mi arroganciánk szokott lenni, hogy nem veszük észre a valódi helyzetét az embernek. Aztán van a büszkeség típusú probléma, hogy ő nem kér segítséget. Ő jól van. És akkor én az örkény egyperces, hogy hogy vagyunk? Jól. Minden rendben? Igen. És az élet rendben van. Hát ezek itt, amit lógnak, így? Ja, ezek a beleim. Világ egyik legjobb egypercese. Tehát ilyen tiszta darma küzdelem, úgy, ahogy van. Tehát annyira büszke, hogy itt folyik a vére darabokra, és akkor sem kér segítséget. Tehát kérdés az, hogy tényleg segíthető az illető, és mivé leszel azáltal, hogy igent mondasz, vagy nemet? És nagyon észnél kell lenni, mert hogyha te nem vagy elég bölcs az együttérzésed mellé, akkor bizony nagyon furcsa helyzetekbe tudsz kerülni, csak azért, mert hagytad magad manipulálni. Holott itt valahol belül tudod, hogy nem lesz ez így jó, hogy én kis fejbulintó Jánosként vagy Jankaként igent mondok mindenre, ezt most nem mondom, hogy te teszed, mert hiszen te fölteszed a kérdést. Hatalmas paraméter, hogy nem veszem el a másik autonómiáját. Addig segítem, amíg önállóan meg nem tudja csinálni. Tehát ez gyereknevelésben, hát apukák, anyukák elmondják, hogy ha engeded a gyereket úgy a fejedre nőni, hogy mindent megcsinálsz helyette, mert azt hiszed, hogy az neki jó, akkor minden pokol elszabadul, és olyan követelődzés indul meg, hogy nincs vége. De mihelyt fölébreszted arra, hogy igen, te is meg tudod csinálni, mert már tudsz járni, mert már el tudsz hozni egy szatyrot, meg tudsz fogni 2 kilót, és akkor azt nyugodtan saját magad tegyed. Nem azért, mert nekem kell játolkozni 20 kilót is. Azért, hogy az önállóságodat gyakorold. Tehát hogyan segíted az önállóságban, az öntevékenységben, később kreativitásban, és még feljebb a felébredésben az illetőt? Meg kell nézni, hogy mi az, ami átmegy. Sun Tzu zenmester mondta, ha valaki nyitott a dharmára, akkor nyugodtan beszélhetsz róla. De ha nem nyitott, akkor csak beszélj vele kedvesen. Ha még erre sem nyitott, akkor add meg neki, amire szüksége van. És ha ez sem megy, akkor csak cselekedj közösen vele. Tehát ez mind kötött helyzetekről van szó, amikor nem tudsz, vagy nem akarsz kilépni. Te eldöntötted, hogy ezzel az emberrel együtt vagy. Akkor ebből a 4-ből válogathatsz. És a segítségnek is nagyon sokféle foka van, úgyhogy aki éhes, annak enni adunk, de megtanítjuk egyébként megtermelni az ételt is. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A várandóság és a születéshez szeretnék kapcsolódni. A munkám során sajnos találkozok olyan anyákkal, akik akarnak gyermeket, és olyannak, akik nem. És mi dönti el, hogy egy gyermek, ahol nem várják, megszületik, akár 6., 7., 10. gyermekként is, és gyakorlatilag onnétől fogva, hogy megszületik, árva lesz, mert nem kell senkinek, és hogy lehet az, hogy látok anyákat, akik éveken keresztül küzdenek a gyermekért, vagy a fogantatás után pár héttel nem marad meg a gyermek, vagy ha meg is születik, középidőben nem marad életben. Szóval ez nem csak a születésnek, nem csak a pozitív részével találkozom, hanem ezzel is. Tehát, hogy vannak valami felső erők, amik ezt eldöntik, mi alapján születtek meg ezek karma, a gyerekek. Mind korábbi karma függvénye. Tehát, hogy nem kell, és mégis megszületik egészségesen, és ott van, és örök. Tehát, hogy ott hagyják, tehát, hogy sajnos nagyon sok gyermeket hagynak ott a kórházba, és nem tudunk szörnyű. Ezzel mit kezdeni. Szörnyű, és ez szívettépő ezt látni, az ellenkezőjét is. És az ellenkezőjét is. Tehát ezt úgy fogd föl, hogy mindegyik, amit látsz, korábbi karmának a függvénye. Te nem látod az előzményét. A szülők se látják az előzményét. A gyerekek pedig csak átélik. Tehát a lejövetel, a leszületés, fogantatástól a zsinór elvágásaik, és a fölmenetel, a halál első percétől kezdve, hogy tudod, hogy meg fogsz halni, és nincs visszaút. És akkor egy nap, egy hét, egy hónap, és sem mindegy, már csak arra felé mész.
Ez a kettő a legsebezhetőbb időszak. Itt jönnek ki olyan karmák, amelyek pont azért vannak ide beállítva a korábbiak által, mint szülő, gyerek előző életei, hogy ne lehessen védekezni. Nem tudja megváltoztatni. És ekkor fizetünk. Vagy újból elkövetünk. Úgyhogy együttérzésre szükség van, segítségre szükség van, de hiába gyönyörű az a gyermek, és fantasztikus, hogyha például a szülei otthagyják, apuka már rég nincs, az már mihelyt megtudta, hogy jön, már ment, anyuka úgy döntött, hogy hát ő nem tartja meg, és akkor azon nyomban születés után gondozás, örökbeadás, stb. A gyermek pontosan ezt a karmát hozta magával, és ez nem kegyetlenség, amikor ezt az ember meglátja, és azt mondja, hogy ezt ő most egy korábbi tettének a következményeként tapasztalja. De hogy mennyiben múlik rajta meg a szülőkön, na ez az, amit nem tud eldönteni senki. Hogy a gyereknek 1% része van benne, és a szülőknek 99, vagy fordítva. Látjuk? Tehát ezt a relativitást senki nem tudja épésszel meghatározni, mert akkor ilyen isteni pozícióból mindent kéne látni a világban, és hát szerencsére ez nincs így. Ezt emberi testből így mindenkire megmondani, hogy te pontosan mit követtél el a múltban, nem lehet. Hitelesen biztos nem lehet. Úgyhogy az igazi kérdés tényleg melletted ülőt ismétel, vagy hogyan tudunk segíteni ezeknek a lényeknek. És a korábbi karmájuk következménye az ott van a szemed előtt, a kórházban, abban a pillanatban, amikor, úristen, eltett 9 hét, és kijött valami, és nem fog megszületni. Csak kilökődik. Ez is korábbi karma, és én is nagyon sok esetet láttam, sok embert ismerek ezen a területen, és van, aki évek óta, ahogy mondod, dolgozik azon, hogy legyen gyermeke, és még mindig nem sikerült, és még mindig hatalmas küzdelem az, hogy megbirkózzon ezzel a folyamattal. De ha nem törekedne, ha nem menne keresztül az újabb fájdalmon, az újabb vesztességen, akkor biztos, hogy ebből a karmából nem jön ki belátható időn belül. Tehát amíg dolgozol azon a karmán, hogy tűnjön el, addig az a csökkenés felé megy. Mert rálátsz, belátsz, nem azonosulsz, máshova teszed az energiát, mint addig, visszaforgatod. Ez egy kőkemény tisztulási folyamat. Úgyhogy egy olyan kapujánál állsz a világnak, ahol olyasféle dolgok következnek be, amelyre épésszel nincs magyarázat. De annyit tudj, hogy korábbi karma következménye minden. Ennyi. És mi van akkor, ha középúton megszületik, de mégis elmegy? Tehát, hogy mi van az akkor a gyerekekkel? Tehát, akik megszületnek, és mégse maradhatnak ott. Tehát ővelük mi van? Ők hol tartanak akkor az útjukon? Nem volt világos a kérdésedből, hogy hány hónapra született, életben maradt, vagy sem? 20-valány hétre életben marad. Tehát sajnos megszületnek meg gyerekek 500 grammal is. Hát, hogy mi van azokkal a gyermekekkel? Nem tudok rá konkrét választ mondani. Hát, az van, hogy minden erővel segíteni kell őket, hogy egészségesen fölnőjenek. Ez a feladat. Majd ő rájön, hogy miért született 500 grammal 26 hétre. Illetve, hogyha elmegy, tehát nem marad életbe, akkor, tehát, hogy ő neki mi volt a dolga? Volt-e dolga? Erre sincs épésszel magyarázat. Itt a mi dolgunk az, hogy elgyászoljuk, az ő dolga az, hogy újra megszülessen. És az, hogy milyen egyéni karmát hordoz, és a szülők milyen karmát hordoztak, az az ő dolguk, hogy kiderítsék. Ezt egy külső nézőpontból, ahogy mondtam az előbb, hitelt érdemlően megmondani nem lehet. Az okozatiság törvényét ki lehet mutatni, a konkrét eseményekért ők a felelősek. Ezt őnekik kell látni. Jó? Köszönöm. Ne akard megoldani. Tudom, hogy segíteni akarsz, de ne akard megóvni ezeket a helyzeteket. Nézd meg, hogy mikor mennyit segíthetsz és kinek. Különben álmatlan éjszakák hegyei vannak, hogy nem tudtad megmenteni, nem tudtad javítani, nem tudtad jobb sorsra ugye, érdemes módon segíteni, és nem. Nem. Ez az ő dolguk. Ami a te dolgod, azt te csinálod. Ami az ő dolguk, azt ők. Köszönöm. Nagyon szívesen.
nálunk is otthon csúszik a projekt, és az a kérdésem, hogy milyen feltételek, vagy mind kell változtatni, hogy érkezzen gyermek? Hát ezt a párod távol létében én nagyon óvatosan mondanám. Tehát egyrészt nem vagyunk ilyen születési tanácsadó, de a helyzet az, hogy a férfi legyen férfi, a nő legyen nő, szerintem ezzel így téged megfigyelve nincs baj. Tehát ez nem probléma, de annyit tudj, hogy a közös karma úgy működik, mint két hatalmas fogaskerék, ami így egymásba van illesztve, és így megy. Na most nem csak a fogaknak van átfedése, hanem a keréknek is. És a keréken vannak ilyen kis furatok mindegyiken. És amikor mind a kettőben van egy kis furat, ott átjön a fény, és akkor jön. Tehát a közös karma az olyan, hogy vannak olyan párok, hogy minden oké. A férfi nagyon férfi, a nő nagyon nő, megvan már a gyerek, szóval már leporolták 10 év alatt nagyon sokszor, és még mindig nem jön a kölök. Azért, mert nincs meg ez a közös karma. Tehát mind a kettőhöz születik, anyához is, apához is. Ha nagyon erős közös karma van, nagyon gyorsan jön a gyerek. Ha gyengébb a közös karma, és ez minden látszatot meghalad, hogy most egyébként így intellektuálisan hogyan értik egymást, meg érzelmileg. Az érzelmi azért fémjelzi a dolgot. De az, hogy az ember kit érez tényleg a párjának, és kit nem, ez az egyik, meg hogy a gyerek így beletalál az egészbe, és azt mondja, hogy édes szíveim, én lejöttem hozzátok, mert nektek olyan közös karmátok van, hogy én arra jelentkezem. Köszönöm szépen. És hogyha még egyszer megpróbálkoztok, akkor hozom a tesót is. Azt hitti, adott napon hogyan szóltok egymáshoz, az a ti dolgotok. Közös karmátokat jelzendő, én jövök. Egyszer, így meghúzza a kioldó zsinót, és megy jön lefelé. Tehát közös karma a függvénye. És itt a türelem, a türelmes erőfeszítés, a törekvés. Ugye ez fontos, de amit javaslok, az a közös gyakorlat. A közös meditációs gyakorlattal úgy ki lehet harmonizálni ezt az egészet, hogy a gyerek azt mondja, hogy na, annyit fésültetek a kis hajatokon odalent, hogy én jövök. Olyan jól csináljátok, én jövök. Úgyhogy ez nagyon sokszor, már ennek a tudata elég ahhoz, hogy egy kicsit jobban kötődjön az ember a párjához, és ez a fajta közös karma, ez persze alapvetően Ádámon és Évan múlik, de múlik ám a családon is, a társadalmon is, és a történelem adott fogaskereken is. Tehát ez nem csak két kerék és a sajt, amikor a lyukat meglátja, és akkor az egér átnéz rajta, hanem több kerék van egymás mögött, hogy milyen helyre, milyen időben, és minden egyes élet egy korábbinak a folytatása. Tehát egy olyan karma jön le, amelynek az irányvektora sok-sok azonosulás, sok-sok élmény, sok-sok tanulság után pont hozzátok mutat arra a helyre, arra az időpontra, hogy ezt folytassa. És itt azért hatalmas tűréshatárok vannak. De az ok és okozat törvénye tévedhetetlen és világos. Tévedhetetlen, mert nem személyes, nem valakinek a véleményétől függ, hogy gyerekek, most átírjuk a dharmát. Lesz egy ilyen nagy nemzetgyűlés, tudod, és akkor átírjuk, hogy az univerzum hogy működik. Hát ilyen nincs. Tehát az egész egy elképesztően intelligens, személyeket is magában foglaló, személyekre is érvényes, de alapvetően nem személyfüggő folyamat. Ezt azért a Buddha nagyon jól lerakta az asztalra. Tehát az anattá vagy éntelenségtan az nem azt jelenti, hogy te nem létezel. De azt jelenti, hogy te abszolút mértékben létezel. A törvény ugyanez. A mi intelligenciánkon keresztül a törvény nagyrészt, mint értelem jelenik meg. Ezért szoktak az okosok elszállni, hogy ők tudják. Aztán kerüljenek egy kicsit ilyen szélsőbb helyzetbe, azt kiderül, hogy nem tudják, de nagyon nem. De a törvény akkor is megy, hogy nem tudod. Úgyhogy a dharma a személy független. Olyan, mint a természet, egy végtelenül intelligens, elképesztően jól működik, nem duális, hanem nagyon-nagyon komplex, és értelemben nem lehet rá gombot varni. Bizonyos aspektusait megpillanthatod, ahogy a halász halászik a hálóval a tengerben. Tehát halat tud fogni, de a tengert nem tudja kifogni.
Amikor a közös karmátok, így a többi réteget is, vagy a hagyma többi héját is beleért, vagy azt az előbb hallottad, oda jut, hogy gyermek, akkor megszületik. És ha nem, akkor el kell fogadni azt is. Tehát ezt a lehető legnagyobb együttérzéssel mondom, akkor találni kell valami egyéb közös teremtést, egy közös megvalósulási módot, és akkor az lesz a meghaladása a puszta párkapcsolatnak. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Itt? Én részt vettem nemrég az intenzív héten, és az intenzív hét első napja utáni első nagy hosszú másfél vagy kettő órás alvásánál borzasztó lidésznyomásom volt, és hogy nem, hogy az intenzív hetet abba akartam hagyni, hanem az egész esztergomot el akartam hagyni, tényleg kerékpára. De jó, te, ez iszonyú jó érzés tud lenni. És csak akkor, ha nem teszed meg, különben tényleg megragadoz le a szakadékba. Itt a hegyen van a rám szakadék. Szerintem ezt azért csinálták, hogy a gyakorlókat figyelmeztessék erre. Követed a karmádat, és akkor rám szakadék az egész. És ugye úgy félálomból kicsit kevésbé éberebben ugye az jelent meg, hogy én most azonnal futok, mindegy, tök mindegy, bicikli, eltekerek fenébe, vasútállomás, kész, ennyi volt, kész, ezt abba hagyom. És utána, miután fölkeltem... Legalább kicsit... olyan jó, mint a szerelemről szól a kérdésed. És olyan? Miután ugye fölébredtem normálisabban, kicsit éberebb lettem, utána egyből megjött az akaratvektor, hogy oké, én ezt folytatom, csinálom tovább. Uh-huh. És az hogy lehet, hogy ez a kettő dolog egyszerre megvan tulajdonképpen, hogy a tudattalan azt akarja, hogy úristen, ezt azonnal hagyjuk abba, és a tudatos én meg, idézőjel tudatos én, ő meg csinálni akarja tovább. Légy üdvözölve az emberek birodalmában. Ezt hívják úgy, hogy homo sapiens sapiens. Egy vicc. Tehát, hogy ilyen bölcs a négyzetediken, annak nevezzük ki magunkat, és ilyen gyönyörű paradoxonokat hordozunk, van ennél erősebb is. Majd a következő intenzív héten az lesz. Amikor csak te akarsz maradni, és mindenki más takarodjon innen. Az még erősebb. Ugye? Tehát ilyenkor azok az elképesztő dualitások, ellentétpárok, amelyek kreatívan is tudnak szerveződni, és destruktívan is tudnak szerveződni, ezek így nyilvánvalóvá válnak, a kettő között feszül az akarat. Tehát a lehetséges és a lehetetlen pólusai között szépen feszül az akarat, és te bizonyítani akarsz. Azt tudod, hogy ha elejted a lasztit, az a legrosszabb. Tehát, hogyha feladod, annál rosszabb nincs. És ha törik, ha szakad, te bebizonyítod, hogy te akkor is ember vagy a gáton, és akkor is felnősz a feladathoz, és akkor is megcsinálod. És ezért mit tanított Sung San Zen mester? Irányvétel. Irányvétel, irányvétel, irányvétel. Kicsit kibontva, motiváció, szándék, célképzet. Csak ez számít. Miért? Mert előbb-utóbb leküzdöd. De mi vár a túloldalon? Tehát leküzdöd az akadályt, mi vár a túloldalon? Ha valaki az autópálya kettős korlátját győzi le, az a túloldalon várja a szembejövő forgalom. Tehát nem érdemes leküzdeni ezt az akadályt, az azért van ott, hogy téged védjen a saját hülyeségettől. Tehát meg kell nézni, hogy mi vár az akadály túloldalán. És a következő, hogy kivé válsz azáltal, hogy leküzdöd az akadályt. Tehát van, aki nagyon fél attól, hogy erőszakot követel. Talán jobb is. Ez a félelem visszatartja attól, hogy ártson másoknak. Leküzdi ezt a félelmét, és egy gyilkos lesz belőle. Vagy egy bűnöző. Érted? És ez érdekes az állatvilágban, ott ezek az atavisztikus ösztönök ezt meghúzzák, az állat nem tud túllépni ezen. Tehát az őz nem tud őztelenül viselkedni, a bika bikátlanul viselkedni, az ember tud embertelenül viselkedni. Tehát be vannak építve ezek a gátak, és hogyha te túllépsz ezeken, valakivé válsz. Azzá szeretnél válni? Tehát a kettőt összerakod, hogy mi vár az akadály túloldalán, az úgynevezett objektív közelítés, kivé leszel akkor, hogyha leküzdöd ezt az akadályt, az úgynevezett szubjektív közelítés, valójában ez a kettő nem választható szét. Ez nagyon jól megmutatja, hogy tényleg milyen irányban mész. Úgyhogy nagyon jól tetted, hogy maradtál, mert ilyenkor az illúziót nem követjük, és ha az ember ilyenkor megtöri a praxisát, akkor egy gyenge emberré válik, mert feladta.
És tudod, hogy helyes, amit csinálsz. Világos a tanítás abban a szempontból, hogy ez miről szól. És akkor csak a saját magunk karmája az akadály. Na, ezt kell leküzdeni. És sikerült, mert itt vagy. Úgyhogy ez azért jó, mert még sok ilyen lesz, és most már van rutinod, amikor nem egy intenzív hétről, hanem mondjuk egy intenzív életből akarsz elrohanni, mert olyan intenzív lett, pedig te akartad, te csináltad, te vonzottad be, te randevúztál vele, és utána pedig te fogtad meg a kezét így a mindennapi életben úgy publikusan, és akkor egyszer csak a feszültség elér egy olyan fokot, hogy nincs az a relé a kapcsolótáblában, ami azt le tudja vezetni. És ekkor kell nagyon megnézni, hogy valójában te miből vagy összerakva, meg a másik fél miből van összerakva. Ez hatalmas tanulás. És tényleg elvezet a saját illúzióinkból való felébredéshez. Úgyhogy egy párkapcsolat vagy egy család intimitása az mindig a dupla vagy semmi. Vagy elrohanunk egy idő után egymástól, mert nem bírjuk az adást, nem bírjuk nézni, és mindig akkor a másik a hibás. Tehát azt tudod, hogyha nem őszinte az egész, állandó projekció van. Tehát állandóan a másikra kenem a saját hibámat. És hogyha a projekciók folytatódnak, előbb-utóbb magam is katapultálok belőle. Ha merek őszinte lenni magamhoz és a másikhoz, előbb-utóbb maga az élet, az a gyakorlat részévé válik. És a nagyon közeli tükörbenézés, ami egy szeretett kapcsolatban nem hogy elkerülhetetlen, hanem azért van, hogy nézz a másik tükrébe, ő pedig a tiédbe. Mit mutatsz neki? Mit látsz meg a másikban? Tehát itt már egy jóval nagyobb dologról van szó, mint az, hogy legyünk már boldogok itt ketten. Attól, hogy ti ketten együtt vagytok, nem lesztek boldogok, értsd meg. Attól, hogy egy bizonyos minőséget mind a ketten elértek, attól talán. De az is az önzésnek egy ilyen nagyon komoly problémája. Ja, hát akkor mi annyira jók vagyunk, hogy itt bezárjuk magunkat, és kész, enter, és a világ a miénk. Hát ez nagyon erős probléma. Hatalmas illúzió, ez nem megy. Általában a tökéletes kapcsolatok azért mennek szét, mert nem tudnak önzetlenedni, nem tudnak valami mássá többé válni, mint egy meg egy az tökéletest. Ezek ezért mennek szét. Akik meg kínlódnak egymással egy életen keresztül, havi egy nagy veszekedés, de még 60 éve is, érted? Így, ez tartja őket össze. Gondold el? Tehát mivé leszel a kulcshelyzetben, a válságban? A válság tüzes. Valamivé változol, valakivé változol. És ezért ezek a nagyon komoly, közeli, intim kapcsolatok, ha egy nagyobb szellemi környezetben vannak, az út részei lehetnek. Elképesztő erős hajtás. Ha meg nem, akkor szétszedjük egymást darabokra, és többször is. Az előző is ilyen volt, mint te. Nye. Megyek. Itt jön a másik, és 2 percre kiderül, hogy ugyanazt húztam, csak másképp viseli a haját. Tehát amíg az archetípusait belül nem változnak, addig a vonzás törvényeit követve nagyon hasonló párokat, ellenségeket, barátokat és egyebeket fogsz húzni. Ha te megváltozol, megváltozik a párkapcsolati család és egyéb karmád is. Ez olyan közhelynek hangzik, de látod, hogy nem ezt éljük, hanem mindig mutogatunk egymás, hogy te vagy a rossz. Benned van a hiba. Kutyam már. Egyéb kérdés? Nemrég ráláttam arra magamban, hogy mennyi mindent nem kaptam meg a szüleimtől gyerekkoromban, mennyi minden férfi és női mintát, amire most nagy szükségem lenne. Hát a női minták azok nincsenek messze tőled, igen. Azon a kérdésem, hogy felnőtt fejjel hogyan tudom ezeket pótolni, és hogy az én gyakorlattal ezt hogyan tudom segíteni? Hát nekem a pátriárkák vonala nagyon sokat segített, hogy azzá váljak, akivé szeretnék, és hozzáteszem rögtön, hogy nincs vége a folyamatnak. Tehát egy nagyon helyes férfi szerepet normális példák alapján, hát ezt el lehet képzelni, csak mint ugye a férfiaknál néha ez elsikkad, a szelleminél kell kezdeni. Nem pusztán az értelmiségnél, mert olyat láttunk, az én könyvtár, kész, nem? A rálátásnál a szelleminél kéne kezdeni. Hát ez az, amiben mi tényleg tudunk segíteni. A hölgyek az érzékszervi síknak, yin prakriti,
az teljes szakértői. Hát ez világos. De a férfinak mi a dolga, hogy a yang és a purusa a dolga, az nagyon sok kultúrában, például itt nyugaton, ez nem világos, mert van egy kép ott fönt, aki helyettünk megcsinált mindent, a teremtést is. Az, hogy ezt a férfi csinálja alapvetően, és a nő pedig átviszi az érzékszervi síkra, az nem világos. Tehát mentálisan, szellemileg, hogy vagy férfi? Mielőtt bármely csakrádat megpróbálnád emelgetni jobbra-balra. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez a férfi kép legyen meg, akit én csak úgy hívok, az úton járó. Az úton járó férfi, az valamilyen irányt fölvett, ami nem csak neki, hanem mondjuk a családjának is jó, helyes. Ez a férfi követhető. És a nő az az otthon teremtő, az otthon lévő. Tehát mai világban olyan hotelban nem megy be egy család, ahol a nő azt mondja, hogy én itt nem érzem otthon magam. Régen a sátor helyeket, azokat a férfiak jelölték ki, hogy hol biztonságos, de már a sátorverésben a nők is részt vettek, és a sátor berendezése, belakása az csak női dolog. Az már az otthon, úgy, ahogy van. Tehát a statikus helyhez kötött yin, a megállapodott, az a női, a haladó, a yang, az úton járó, a meghaladó, az a férfi. Ha ezen erővonalak mentén elkezdesz dolgozni, azon nyomban minden szerep letisztázódik. Nem könnyen, azt nem mondom, hogy könnyen, manapság így ilyen rádiógombokat szoktunk a képernyőkön benyomni, és azt hiszük, hogy ettől ez elintéződik. Hát nem. Hogy belül ezt a munkát el kell végezni. Én a magam részéről nagyon hálás vagyok az összes tanítómnak, és külföldön is, hogy lehántották rólam azokat a mintákat, amelyeket sem a családom, sem a társadalmam nem tudott. Olyan mintákat adtak, amelyeket hazahozva én itt hasznos tagja lehetek a társadalomnak, családomnak. És ezen mintákat továbbadva egyszerűsödhet az a dilemma, hogy hogyan haladjunk az úton mi férfiak, milyen példát követhetünk, mutathatunk, és hogyha követhetővé válunk, akkor mi lesz azokkal, akikkel együtt megyünk? Ezt főleg a férfiaknak, de egy indirekt a hölgyeknek is megfontolásra javaslom, ugyanis ti, hölgyek, mindenképpen, ugye anyaként, feleségként csatlakoztok egy férfihoz. Az eredmény nagyon jól mutatkozik. Van csatlakozási hiba is, és nem csak az interneten. Tehát azt a férfit, akit nem tudsz követni, tisztelni, aki valahol nem erősebb nálad, ahhoz legyél szíves nem csatlakozni, mert nem csak, hogy megeszed reggelire, hanem megveted, eltaposod, megmérgezed. Mert nincsenek meg benne azok a minőségek, amelyek neked kellenek. És hogyha ezt nem látod, szegény ember hogyan látná? Ha te ezt nem látod és csatlakozol hozzá, akkor neki vége van. Mert még nem szállt le anyuka szoknyájáról, nem jött ki a mama hotelből, stb. Stb. És lehetséges az, hogy kopogtatsz az ajtán, hogy reform kéne. Nem olyan, mint a rádióban, tényleg. Tényleges, belül újra kéne formázni a merevlemezt. Legalább egy-két partíciót, légy szíves. Ez is lehetséges. De a felelősség nagyon nagy férfi oldalról és női oldalról. És miért? Mert ezt a világot továbbadjuk. Mi elmegyünk. 20-30-40 év nem leszünk itt. Senki. Senki. De továbbadjuk a gyerekeinknek és a tanítványainknak ezt a világot. Milyen állapotban? Engem leginkább ezt foglalkoztat mostanában. Természetesen a dharma átadása már a tanítóvá válásom pillanatától foglalkoztat, csak az ember türelmes. De most, hogy Benedek nem sokára fél éves, ez turbóra kapcsolt, és iszonyú érzékeny vagyok az emberi hülyeséggel szemben, mert rontja a létet, rontja a világot, rengeteg kapzsiságot, haragot, erőszakot, hiányt, nélkülözést és egyebet teremt, és tudom, hogy ez a világ szenvedéssel teli. És tudom, hogy ezt ő is meg fogja tapasztalni. De vannak olyan szenvedéstípusok, amelyeket én nem vagyok hajlandó hátrahagyni neki. Tanuljon másból. És ez szerintem minden szülő felelőssége.
milyen utat mutatunk, mi férfiak, milyen otthont teremtetek, nők. Ebből áll össze. Úgyhogy ez a mi munkánk, és nem is kevés. Tessék ott. Én meg a női minőségről szeretnélek kérdezni. Az én családomban női ágon fölfelé szinte kivétel nélkül az volt a minta és a metódus, hogy én vagyok a kiszolgáló, hogy én megteszek mindent a családért, a gyerekért, a férjért, és egy ilyen szolgaszerepbe kötöttek ki a nők. És édesanyámmal én nagyon-nagyon sokat beszélgettem erről, hogy nagyszüleim, ő ugye 44-ben született háborúban, Margit gimnázium pincéjébe két bombázás között, tehát voltak gondok, és a nagyszüleim életébe azáltal, hogy egy olyan világot éltek, ahol tulajdonképpen nélkülözhetetlen volt a családi összetartás, így nem merült fel semmi más kérdés, csak hogy nekem ezt meg kell tennem. És anyunak voltak problémái talán lelkileg, tehát ez a gyerekkori környezet, amiben ő fölnőtt, nem segítette őt abba, hogy egy kicsit agilisabb legyen, hogy úgy mondjam. Tehát ő is egy ilyen szerepbe került édesapám mellett, és a családunkban volt egy, tehát a bátyám fogyatékos volt, és az egész család őködré szerveződött a kiszolgálásban. És egyrészt ezt a mintát láttam, folyamatosan ez ellen lázadtam, és így 20 év után rájöttem, hogy nyakig ülök ugyanebben konkrétan, és a leges, legnagyobb szörnyem, ami van, az az, hogy én nem vagyok értékes, csak hasznos. Hát ez pontosan azért van, mert a szolgálat az nálad nem értékes. Hiszen az egész női vonalnak ezt a sérülését látod. Kicsit azért a háború meg kommunizmus időszakára így gyöngéden visszamenve, boldogult apám 30-ban született, boldogult anyám 35-ben. Ők se önismereti tanfolyamra jártak. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem ismerték önmagukat, csak nem tudtak más csinálni, mint amit a helyzet diktált, hogy újjá kellett építeni az országot, el kellett viselni a Rákosi rendszert, utána valahogy följebb kellett jönni a Kádár rendszerben. És amikor váltás volt, akkor lett az igazi nagy csalódás 90 után. Tehát amikor a személyes életutakat nézed, akkor nem lehet egy fogalom mögé berakni az egészet, hogy például szolgálat vagy szolgaság. A kettő nem ugyanaz. Én is szolgálok, te is szolgálsz. Mindenki szolgál valami más, de nem szolgaként, hanem szabad emberként. Miért? Mert te vállaltad azt a szolgálatot. Na most, ha nem látod a saját vállalásodat a szolgálatban, akkor az értékedet sem látod. Ha nem hagyod, hogy mások viszont szolgáljanak téged, akkor sem látod az értékeidet. Tehát kölcsönös szolgálatról van szó. Ezt én most a családban élem. És az idő faktor az persze, hogy aránytalan, de egyébként nem, mert különben nem működne az egész. Tehát világos, hogy a férfi többet van házon kívül. A nő többet van házon belül. Ez is rendben van. De hogyha ezt egyensúlyban akarja az ember tartani, akkor nincs más tengely, mint az, hogy kölcsönösen szolgáljuk egymást. Tehát nem a szolgálattal van a baj. Az egyoldalúsággal van a baj, a kényszerrel van a baj, és hogy a saját értékeidet nem tudod, vagy nem akarod beletenni, például kényszeres a szolgálat, akkor kivonom az értékeimet, hogy minimális szinten szépen alibiből megoldjam az egészet. Úgyhogy itt az igazi kérdés az, mert ugye az életviteledet csak egy kicsit ismerve, egy egész farmot szolgálsz ki, egy rakás állatot, növényt, madarat és egyebet. Az ember az a kritikus tényező. Az embert szolgálni, vagy az embertől szolgálatot elfogadni egy nagyon nehéz dolog. Miért? Mert a kis énségünket bele szoktuk tenni. Ezért van a tanítás, hogy ha segítesz, csak segíts. Ne gondolkodj róla. Csak segíts. Ez nem hazudtolja meg a választ, amit az előbb adtam, ezt előtte kell látni, hogy ki, mennyire és hogyan. De amikor már segítesz, akkor már nem gondolkodsz rajta, mert ezt már előtte meg kellett tenni tisztán.
szolgáljuk egymást szépen, közösen. És szabadon. Úgyhogy akkor az érték és a szolgálat találkozni fog. De ne hagyd, hogy szolgálvá alacsonyítsanak. Tehát először a szabadságot kell kivívni, és a szabad ember nagyon jól tud szolgálni. Oké? Nagyon szívesen. Utolsó kérdés. A gyereklelkűségről szeretnék kérdezni, hogyha valaki gyermeklelkű. Tehát, hogyha vannak például elvárásai, rendben megteszem, de cserébe nem viszonozza. Egyik is mérve talán a gyermeklelkűség. Ez nem gyermeklelkűség, igen? Ez önzés. Igen. Tehát az, hogy gyermeklelkű, az kétféle lehet. Az egyik az infantilis, amiről, igen, beszélünk. Másik, hogy már újra leegyszerűsödött, és ismét gyermek lett, ahogy azt legnagyobb nyugati bodhiszattvánk mondta. Tehát itt társítsuk szét a fogalmakat. Az infantilizmus az az, hogy nem is veszi észre, hogy kapott valamit. Az igazi belső gyermek kitárulkozása pedig az érett személyiségnek így a fénylése. Az tud lenni. Amikor azt jelenti, hogy ha máson segítek, magamon is segítek. Ha máson nem segítek, magamon se segítek. Jó? Említetted a feladást, és most egy mostani friss tapasztalás, hogy hol van az a fájdalom határ, amikor azt mondom, hogy igen, fölemelem meditációba a lábamat, mert nagyon fáj, és ez mikortól feladás, vagy ezt hogyan lehet? Ezt testközelből lehet mondani. Nekem ez a határ most körülbelül 35-40 perc között van, és azért, mert van egy olyan idegrost és inszalag csoport, amelyek egyszerűen el van használódva. Ez ennyire egyszerű. Az elmúlt 32 évben elültem a fenekemet. Ennyi történt. És amikor ez a fájdalom olyasféle mértéket ölt, hogy fel kell vennem a térdemet, mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül így fölveszem, dharmatermen kívül végzem a kis gyakorlataimat, ami ennek az orvoslását jelenti. Ez nem feladás, ez módosulás. Akkor adnám föl, hogyha kimennék a templomból, zokog vagy velem, mi történt itt, és megfájdult a lábam, és az egész zen, ez rossz. Érted? Na, ez az infantilizmus. Hát amikor föladod azért, mert vagy a tested fáj, vagy a lelked fáj. Figyelj, a testi fájdalmon viszonylag könnyű túljutni. Adunk széket, meg alattam van a légpárna. Tehát azért ők ilyen légpárnásan, hogy ne nyomja. Érted? És ez nagyon egyszerű. A fizikum sokkal kevésbé probléma, mint amikor a lelked fáj. A lelki fájdalom is jön közben, tehát, hogy aha, az úgy oké, azt ugye el tudom engedni, viszont a testi fájdalom az, ja, tényleg. Tehát fordul most... még ez a kocka, hidd el. Igen, tapasztaltam ezt is, úgyhogy. 90 naposok, akik idülten végigcsinálják az egészet, úgy mondhatják, hogy két hét után olyan töredék fájdalom van a testben, na de a lélekben, ami elkezd jelen lenni, hát az nincs az a rendező, aki ilyet rendezne. Mert az a tiéd, az csak te rendezted. Úgyhogy jussunk túl a lelki és a testi fájdalmakon. Miért? Mert ahogy azt a négy nemes igazságban hallhatod, van szenvedés, van oka, van megszüntetése, és van a megszüntetésnek az útja. Ha ezen járunk kölcsönösen, akkor tényleg tudunk segíteni egymáson. És magunkon egyaránt. Úgyhogy nézd meg, hogy mitől fáj a test, nagyon könnyű orvosolni. Mitől fáj a lélek, nagyon nehéz orvosolni. De ha a lélek fájdalmát nem orvosoljuk, akkor továbbadjuk a másiknak, mert ha nekem fáj, fájjon neked is. Érted? Ez alapvető emberi viselkedés, ebben kőkemény túlélő ösztön van. A túlélő ösztön diktálja azt, hogyha nekem kevés energiám van, elveszem mástól. És ezt kell tudni fölülírni. Ha magamban meg tudom oldani, tudok segíteni másnak, hogy megoldja ő is. Ha magamban nem oldottam meg, csak rátestálom a másikra, rádobom, projektálom, azonosítom vele, az, hogy fájjon. Ha nekem is fáj, akkor neki is. Tehát az együttérzéssel tudsz ezen csak túljutni, és a bölcsességgel. Kívánom azt, hogy még nagyon sokszor találkozzunk ebben a dharmateremben. Gyakoroljunk együtt, jussunk túl a test és lelki fájdalmakon, az nem azt jelenti, hogy megszűnik, csak hogy nem lesz akadály. Akkor csak fáj, az kész, hadd fájjon.
Ez valami keletkezett. Mi azt keressük, és szerintem meg is találjuk, ami nem keletkezik, és nem szűnik meg. És ha így van, és folytatódik közös törekvésünk a bodhiszattva úton, akkor tényleg megszabadíthatjuk a lényeket, beleértve magunkat is a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!